30 éve, 1989. július 16-án történt meg a Krúg emlékműnek a helyreállítására. Itt már Kirki Attila barátom elmondta, hogy 1903-ban, majd szeretnék hozzátenni, hogy történelem az egy olyan dolog, hogy összeveszett Tiszabes és Tiszaújlak, túl legyen az emlékmű, most tudjuk azt, hogy most Tiszabökének a területén vagy. 1989 a csodák éve, 1989-ben tört meg a kommunista rendszer, akkor történtek olyan korábban soha nem látott események, mint Magyarországon kikiáltják a köztársaságot, Csehszlovákiában bársonyos forradalom eltörli a kommunista rendszert, szovjet csapatok kivonulnak Afganisztánból, megtörténnek az első viszonylag szabad választások a Szovjetunió legfelsőbb tanácsába, az év végén pedig a román forradalom Ceausescu rendszert is eltörli. Mindenki számára világos volt az, hogy valaminek vége van, és mindenki reménnyel tekintett a jövőbe. Szóval lenni szokott mindig a történelem folyamán, ebből a magyarság, a kárpátai magyarság sem kívánt kimaradni, ő is azonnal megpróbálta meg.